Bemutatjuk Claude Goretta rendezésében a Mario Ricci halála című filmet. Írta Claude Goretta és George Alda. Vetra puliril vetra. Mit mondasz? Le kellene mosni az ablakot. Tudom, de nincs víz. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Magyar hangok. Dörner György, Sunyovszki Szilvia, Tolnai Miklós, Farkas Zsuzsa, Merz Tibor, Usztics Mátyás, Fonyó István. Magyar szöveg Miklós Lívia, hangmérnök Illés Gergely, rendezőasszisztens Kovács Miklós, vágó Mihály Falvi Mihály, gyártásvezető Kovács Gyula, szinkronrendező Kis Beáta. A filmet fényképezte Hans Lichti, zenéjét szerezte Ari Gerlatka. Jó napot, uram. Jó napot, szupert kérek, tele. Már is. Legyen szíves, mossa le az ablakot és töltse meg az ablakmosót. Mm-hmm. Úgy hajtott ki az erdőből, mint egy őrült. Arra se volt időm, hogy fékezzek. Jó napot, uram. Jó napot. Lefoglaltunk két szobát Fontana és Melon névre. Igen. Az 5-es Fontana úré. A 9-es Melon úré. Jó napot, kisasszony. Jó napot, uram. Megmutatom a szobákat. Köszönöm. Az elsőn vannak. Jó napot, uram. Uram. Nem is tudtam, hogy ez a Fontana, ez ilyen. Persze, hogy nem. A tévében csak a fejüket látni. Baleset érte, vagy mi? Nem, mert a részük 2 éve Caracasban. Elütötte egy katonai teherautó. Még csoda, hogy megúszta. Ja, amikor az a pucs volt Bolíviában. De az nem inkább Venezuelában van, Caracas? És hova valós? Ilyen messzire utazgat? Csak annyit tudok, hogy sokáig a Lugánói rádiónál volt. Kösz. Tessék! Mi van, dudász? Megmagyarázom. Nos hát, este felakasztod rá az inged, és másnap reggelre kifogástalan. Az egész 10 gram. Bravo! Egy részlet. Egy részlet. Ügyelni kell a részletekre. Másképp futsz az egész gépezetnek. Mint a házi asszony vagy. A fenébe. Mi van? Ott hagytam a borotvámat. Akkor futsz az egésznek. Kéred a villanyborotvámat? Nem bírom a villanyborotvát. Kész hozzá mustár? Te hülye.
itt kint tuhajtanak enni? Nem, nem, köszönöm. Majd csak este eszem. Elmegyek, járok egyet. Elkíséljelek? Nem, nem, köszönöm. El kell még intéznem egy-két dolgot. Nem aktuális már az utolsó könyve. Több mint 3 éves. Na is. A számok nem aktuálisak, de az elemzések helytállóak. 4-kor találkozunk, jó? Mhm. Hiszen ez Fontana. Fonfon. Fonfon. Mi történt? Te vagy az. Ne haragudj, hogy megzavarlak, de Kramer titkárnője telefonált, hogy Kramer nem tud fogadni. Beteg. Súlyos? Nem, nem hiszem. Lehet, hogy már holnap mehetünk. És milyen volt így telefonon keresztül? Nem is tudom. Azt hiszem, mérges volt. Jól kezdődik. Vasárnap 3:30 körül egy gépkocsi, amelyet Otto Schmidhauser, egy eviolai autószerelő vezetett. Eviolát V-vel írják, na hát. Az Overnoni erdőben összeütközött a 32 éves eviolai segédmunkás Mario Ricci által vezetett motorkerékpárral. Bocsánat, kaphatnék 2 sört és 2 szendvicset? A teraszra? Igen, köszönöm. A heves ütközés következtében súlyosan sérült motorkerékpárost az Iverdoni kórházba szállították. Ó, szegény, micsoda história. És most mi lesz a meccsel? Kölcsön kérjük Bussinitől a középcsatárját. A műhelyben azt beszélik, Schmidhauser túl gyorsan vezetett. A saját állítása szerint még 110-zel se. De Pisa, a brigádvezető azt mondja, hogy még 130-nál is többen. Igen? Telefonja van, uram. Köszönöm. Pravda, szia, Fontana. Igen, jó estét, kisasszony. Te talán 40-nel mész az erdőben egy nyílegyenes úton? Nem, de én vigyázok. Erégyben. Helyes, akkor holnap. Holnap 2:30. Köszönöm. Jó estét. Aki eléd rohan 40 lékútról, még akkor se tudsz fékezni, ha lassan mégy. Én minden esetre még sose láttam, hogy Schmidhauser így száguldott volna. Maga se volt ott, mit beszél? Megkérhetem, hogy hozzon ki egy ásványvizet a teraszra. Már is viszem, uram. Köszönöm. Lerepült a motorról, és összetört a feje. Ha lett volna rajta bukós, isak nem így nézett. Mindig fölvette a bukóját. A zsaruk szerint nem volt rajta. No, de a zsaruk csak 1/2 óra múlva értek oda. Biztosan fölvette, megnéztük, a műhelyben nem volt. Amikor ti odaértetek, Zsézsé, rajta volt vagy nem? Azt hiszem, nem. És te, Fiszel, te se láttál semmit? Én aludtam a kocsiban. Tele voltál sörrel. És mit mond Schmidhauser? Azt mondja, hogy az egész olyan hirtelen történt, hogy nem emlékszik semmire.
És az a kis fodrászlány Odettnél, Szilvia, ő sem látta a balesetet? Nem. Mire ő odaért, már elvitte a mentő. Találkája volt az erdőben, Ricsivel. Nem tudom, talán. Á, egyformák ezek mind. Honnan tudod? Te kipróbáltam? Hát azért én az ilyesmivel nem tréfálni. Furcsa, hogy nem találták meg ezt a bokorban. Lehet, hogy elgúlt valami bokorban. Az is lehet, hogy valaki megfújta. Mindegy, hogy rajta volt-e vagy nem, ahogy az a Schmidt-haza szágult. Honnan tudod? A féknyomból. Az nem jelent semmit. Ha nem ő volt a hibás, miért vették volna el a jogsiját, nem? Örülsz neki, mit, Edigo? Nem rajongtok Schmidt-hauserért a műhelyben, tudjuk. Mert páros lábbal rúgta ki őket, mert mind ott koslattak a feleségek. Ne beszélj hülyeségeket, Max. Ez mind csak pletyka. Nem zörög a harasztelen, fúj a szél. Menj és mondd a szemébe, biztos örülni fog.